Híradónk vendége Komáromi Tibor, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke, egykori háromszoros világbajnok birkózó. Szervusz, üdvözöllek! Jó hát kívánok! Hát most kiút neked a jóból, mert most itt van három olyan aktuális téma, amit ki kellene vesézni. Ma... Ha a birkózásról van szó, magyar birkózásról van szó, akkor most ezek mindig szóba kerülnek még Igen. ott is, ahol általában nem nagyon szoktak birkózásra foglalkozni. Egyik ugye az olimpia, a másik ugye a junior világbajnokság, ahonnan Igen. négy éremmel jöttetek haza, és hát uh, veréb István Szuper. kifakadása. Szuper témák, állok rendelkezésre. Melyikkel akarod kezdeni? univerzális vagyok bármelyikkel. <laughs> Jó, olimpiát kezdjük. Jó, olimpiával De. akkor olimpiázunk egy kicsit. Most a Lőrinc Viktort tegyük félre. Igen. Elégedett vagy a csapattal, vagy van benned hiányérzet? Természetesen van bennem hiányérzet. Én úgy gondolom, hogy minden magyar emberben van hiányérzet, mert a Magyar emberek olyanok, hogy mindig maximális teljesítményt várnak el a csapattól, és hát a maximális teljesítmény érzésem szerint éremben mérhető az egyik oldaláról, de ha mint volt szövetségi kapitányként nézem meg a csapat felkészültségét, teljes mértékben elégedett vagyok. Mert a tavalyi évi világbajnokságon, mikor nem szereztünk kvalifikációt, akkor láttam hiányosságot, amelyek miatt nem szerezhettünk olimpiai kvalifikációt, és hát végül is nagyon jó záródott, mert nyolc helyet szereztünk a Rioi olimpiára és már nem láttam azokat a hiányosságokat, amelyek akkor a szemembe tűntek, uh -huh. de természetesen hát éremben mérhető és úgyhogy egy kicsit ilyen kettős az érzésem, mert amellett, hogy elégedhet vagyok, valamit láttam a szőnyegen, ahogy birkoztak a gyerekek, persze, hogyha éremről beszélünk, akkor pont lecsúsztunk az éremről. Miért? Úgy hogyha jól birkóztunk, megfelelően birkóztak, hogy mondtad, és mégsem lett érem, valami hibázik. Így van. Hibázik az, hogy, hogy magában a birkózás az nem csak a menetidő ellen, az ellenfél ellen, és sokszor talán a szubjektív megítélés ellen folyik. Mi azt jelenti, hogy legyőzheti a versenyző az időt, nem fárad el birkózás közben, megcsinálhatja a pontokat, de hogyha a mérkőzés vezető nem úgy látja, hogy jogos lenne a pont, akkor legfeljebb nem adja meg. Ami természetesen érinti a magyar birkózást, érinti a magyar nemzetet de legfőképpen azokat a versenyzőket érinti, akik ö, esetleg lecsúsztak a dobogóról. És elmerenkedtünk, hogy ez egy micsoda borzalmas dolog, de én nem ajánlom az embereknek, hogy azt érezzék, amit a versenző aki lemaradt az éremről, fog érezni 30 vagy 50 éven keresztül, mikor ö, felmerül az olimpia. Ilyenkor egy kicsit úgy saját gondolataidat, saját régi emlékképédet is gondolom előveszed, mert volt egy olimpiai döntő, ami nagyon fáj neked. Így van. Benned van. Mo benned van. És azt, hozod, hogy fáj. Hozod évről évre magad Mondhatjuk, ott... de én azért tudom ezt elmondani, mert hogyha beszélünk itt most olimpiáról mondjuk azt, hogy négy évente rendezik, ami, ami valós, és, és, egy versenyzőnek, még hogyha nem is biztos, hogy ez a legerősebb verseny, de mondjuk úgy, hogy ez a, a, a filmezésben az Oscar díj, sportban pedig ez az Oscar díj helyett levő aranyérem. Biztos olvastad, nagyon sokan támadták a szövetséget is, hogy biztos, hogy azért van ez, mert nem jó a sportdiplomáciánk. Ezzel kapcsolatban rengeteg írás megjelent. Igen. Itt minden mondtuk el, tehát mindenféleképpen el kell, hogy mondd, mi a helyzet ezzel a sportdiplomáciánkkal kapcsolatban. Valóban ennek a hiány okozta-e akár a Rőrinc Viktor érenvesztését, vagy... Hogy állunk ezzel? Ez mennyire sarkalatos kérdés? Mennyire a hazai szövetség hibája, stb. stb. Minden nemzet életében a, a főleg sportágakon belül, legyen az birkozás, legyen az labdarúgás, a sportdiplomácia az egy nagyon fontos dolog. De én úgy gondolom, hogy mindenki tisztában van avval, hogyha egy ideig egy szervezet, egy nemzet nem tudja képviseltetni magát. Ez nem olyan, hogy hasunkra ütünk, és akkor holnap tegyük fel, meghívnak maguk közé ezek az emberek, hanem igenis a nemzetnek kell ezért tennie. Nem biztos, hogy megfelelő volt a megítélésünk a közelmúlttal kapcsolatban amely nem rajtunk múlott, de szerintem én inkább a felelősséget azokra a bírokra hárítanám, akik valamely jogból kifolyólag esetleg másképp látták a dolgokat. Minden ember más. Maguktól látták másképpen, vagy mondták, hogy másképpen kell látni? Nem tudom, hogy mi történt, de... Uh, ilyenkor nagy sztorik, uh, igen, egyéb, meg ezért fel, egyéb feltételezések megjelennek, hogy ez biztos így történt, meg biztos szólt, hát uh, uh, nem hiszem. Mert hogy x főember így így német, van. és te némettel igen, igen, igen. Én szerintem a sportdiplomácia nem erről szól. Uh -huh. A sportdiplomácia pontosan arról szól, hogy egy szervezetben a saját nemzetét uh, képviselje. Az pedig nem biztos, hogy a csalással egyelő. Úgyhogy vannak itt feltételezések, de én még nem találkoztam olyan emberrel, aki kiállt, vagy elmondta, hogy igen, ez az ember mondta nekem. Mert hogyha valamikor rákérdeznénk erre, akkor hirtelen szétfoszlanának ezek az álmok, ezek a feltételezések, fikciók és ott állna az ember, hogy hát tulajdonképpen ő mondta, most ezt miért nem erősíti meg. Nem tudom, hogy mi történt, nem tudom, hogy mi történt, mert sajnos nem voltam ott a szőnyeg mellett, hanem a lelátóról kiabáltam, megráztam a korlátot, mikor láttam, hogy ez a döntés született, és lentről kiaváltak bocs, már föl is. Bocs, de akkor jó helyen voltam, mert mondta, hogy ráztad akkor korlátot, és, és ugyanakkor meg lementél Sike Bandidnak, mert megköszöntet, hogy sportember ez méltóan viselkedett Így a szőnyek van. szélén, tehát nem tombolt, nem dobált a ruháját le, a stb. 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 Viszont ott, látod? Ott, azért voltál jó helyen, mert tombolhattál. Idő, idősorrendben <laughs> szeretném ezt az egészet rakni, vagy tenni. Ráztam a korlátot, amikor alulról fölkiabáltak nekem egy olyan két-három méterről, hogy állítsam meg magam, és két fegyveres őrt akartak rám küldeni, uh -huh. hogy ugyan már megkérdezzék, hogy mi a bajom. Sike Andrásnak pedig azért mondtam rá két napra körülbelül, mikor, két vagy három napra, mikor ez az egész leülepedett bennem, és végignéztem azt, amit a mongolok csináltak, hogy ledobálták a ruhájukat, hogy elmondtam, hogy úri emberként viselkedett, de szeretnék őszinte lenni. Elmondtam a Viktornak is, talán az este, mikor leültünk beszélgetni, hogy én nagyon tisztelem őt. És kérdezte, hogy miért. És mondom azért, Viktor, mert mi se voltunk kis birkózók, meg akikkel együtt birkoztam abban a csapatban, és azóta is felmerült az a dolog, hogy milyenkor megrongáltuk esetleg az eredményjelző táblát, a bírót megrángattuk, fölrúgtuk a, a vödröt a lelátóra, és elmondtam neki, hogy nagyon tisztellek ezért, hogy ezt így viselted, és úriember vagy hozzánk képest, mint amilyenek mi voltunk uh -huh. versenyzőkorunkban. Természetesen ez nem ér semmit, és azt is elmondtam neki, hogy én ezt elmondhatom neked, viszont a, az álmaidban neked kell megvívni ezeket a mérkőzéseket, vagy ezt a mérkőzést még 30 vagy 40 éven keresztül, úgyhogy most a Viktor nehéz helyzetben van, és lesz a következő években. Az biztos. Uh -huh. Tehát hiába jön majd egy eb, jön majd egy vb, és nyeres, nyer esetleg, és miért az ne? nem? Ugyanaz. Ez az nem ugyanaz. Hát nem fogja tudni. Ez nem ugyanez, uh -huh. és nagyon érdekes, nagyon érdekes, uh, mikor ez a kérdés felmerül, hogy, hogy tegyük fel nálam is, nem a megvívott, a győztes csatákat elemzi az ember, hanem mindig az, azt elemzi, ami nem sikerült. Uh -huh hogy vajon miért nem sikerült, mit lehetett volna a siker érdekében tenni. Igen. Valóban nincs óvás? Nincs, nincs, ezt leegyszerűsítették. Van egy Challenge nevű szerkezet, azért mondom szerkezet, mert mind világversenyen, mind pedig a nemzetközi versenyeken módosítani szoktak, van ahol ez egy kocka, van, ahol egy állat, az aktuális állat, Igen. a világversenynek a figurája, beöltöztetve esetleg kékbe vagy piros szerelésbe, és azt be lehet dobni mérkőzés közben, mikor úgy gondolja az ember, hogy méltánytalan ítélet mm. született, és hát ért is ebben a bandi. És mikor visszanézték, mivel hogy nem történt sérülés, vagy olyan momentum, ami ami bizonyította volna a szabálytalanságot, vagy hogy egy olyan látható hiányosságot, akkor rögtön a, a bíró szubjektív megítélése volt, hogy ő szerinte pontot kellett kapni a, a, a Viktor ellenfelének. Úgyhogy ezt így nagyon nehéz megvívni ezt a, a csatát ilyenkor, és szerintem a felelősség egyértelműen azokért a bírókért, azokért a bírókért lesz, akik ilyenkor bíráskodnak. Nem lehet azt mondani, hogy erre valaki utasította. Hiába látok mást, a bíró így látja, és akkor úgy van. Így van, így van. ezért nehéz sport a bírkózás. De úgy gondolom, hogy minden olyan sport, ahol, ahol nem csak az időt, nem csak a menetidő, hanem még egy bíróval is, és az ellenfélel is meg kell vívnod ugyanazt a mérkőzést. Az eléggé furcsa itt a XXI. században, hogy még ilyen szabály élhet egyáltalán, ahol ennyire felül lehet bí bírálni azt, amit fölvesz a kamera. Ez, Ez az igaz, de... Az tegyek fel egy kérdést. Nézve. Hogy tegyek fel egy kérdést. test test elleni küzdelem van, ahol van egy bíró. Hogyan tudnánk ezt lepontozni, hogy azt mondom, hogy van egy automatizálás, ahol, ahol ezt a test, test, elleni küzdelmet megítéli egy gép. Ugye? Ez nehéz. É, jó, persze, de ez lehet látni, hogy most szabálytalanul fogott -e esetleg a Viktor, vagy nem. Ezeket lehet látni, hogy most valóban jogos, vagy nem jogos. Tehát... Természetesen ezt lehetett látni a visszajátszáson. Viszont azt nem lehet látni, hogy a bíró ö, miért ítélt még intéspontot. És. Na de... avval, avval nem tudnak mit csinálni, nem tudnak mit vitatkozni. <laughs> Jaj, hogy még kitalált valamit, hogy mondott még valamit? Nem, hát az ő szempontjából azt mondja, hogy hogy hát ez így jogos, mert én azt láttam. Na de... de ezért, de ezért én mondtam ért, azt, én értelek, hogy akkor a mérkőzést az... vezető embernek kell kiállni, és a megítélésekkel szemben elmondani, hogy szerinte jogos volt, nem volt jogos, vagy pedig vannak olyan arztalan emberek, akik nem is foglalkoznak ebben. Mivel, hogy biztos birkoztam húsz évet körülbelül, annyit biztos birkoztam, nem, dolg... egy fiatal ember vagy, igen, igen, igen. Számtalan dolgot megértem birkózás közben, és el tudom mondani, hogy ezek sajnos nem e, új keletű dolgok. Viszont a jelenlegi e, Nemzetközi Szövetségnek a vezetői, akik megmentették, hogy az olimpiáról lekerüljön a birkózás, ők mindent megtesznek ezért, hogy e, tisztább legyen egyre jobban ez, és tiszta ítéletek mm. szülessenek. De azt tudni kell, hogy a bírók meg vannak nevezve, kiharcolták azt ugyanúgy, mint a versenyzők, hogy kijussanak az olimpiára. Emberi mi voltukban nem vizsgálják ezeket az embereket, de szerintem ezeknek egy része nem is birkózott, úgyhogy nem is lehetne megállapítani, hogy emberileg alkalmas arra, hogy mérkőzéseket vezessen, mm -hmm. vagy sem. Értem. Jó, lépjünk túl ezen, mert időnk az nagyon szalad. Azért legyen a junior világbajnokság, mert ugye ott egyfajta diplomáciai munkát is végeztél, ha jól tudom, 2018-al kapcsolatban. Volt négy VB bronzérmünk. Ebből, ha mind a négy ott van az olimpián most, hozott volna valamelyik kérmet esetleg? Melyikkel kezdjem? A kell jól esik. Jó. Röviden mondom a diplomáciai munkát. A diplomáciai munkát Bacsa Péterrel együtt végeztük, amelynek az volt a lényege, hogy megpróbáltuk körül, körüljárni azt a kérdést, hogy megkapjuk-e a világbajnokság rendezési jogát. Felnőtt, Felnőtt világbajnokság rendezési jogát megkapjuk -e. 2018-ig. Így van. Jelenleg, jelenleg azt tudjuk elmondani, hogy versenyben vagyunk a pályázók között, uh -huh. és... Nem is az utolsó helyen, úgyhogy próbáltunk, amennyire lehet barátsággal uh -huh. közeledni a nemzetközi szövetség felé, és természetesen úgy láttuk, hogy, hogy nyitott fülekre uh -huh. találunk. Mikor derül ki véglegesen? Nem sokára kiderül. Ez mit jelent? Ami azt jelenti, hogy jelenleg jelenleg a Nemzetközi Szövetség el volt foglalva igen. tulajdonképpen az olimpiával, mivel igen, igen. talán egy hónapja vagy még egy hónapja sem lett vége, úgyhogy hogy inkább ráfókuszáltak, igen. és ami a jövő, amely ezt követi, azt majd szerintem egy-két hónapon belül meg fogjuk tudni. De ebben az évben Én akkor kiderül. Reméljük. Ugye? Reméljük, igen. Jó, akkor birkozzunk. egy kicsit megint. Ugye volt négy VB bronzérem, Junioroknál. Így van. És ebbe volt egy hölgy is. Így van. Igen. Ami jó. Volt szabad fogás is. Igen, ami szintén jó. Így van. Szeretném a kötött fogással kezdeni. Két bronzérem. Ami. Azt kell elmondjam, hogy mutatja azt, hogy utánpótlás válogatottban vannak olyan versenyzőink, akik a következő négy évben beépülhetnek a felnőtt csapatba. Természetesen jelenleg is folyik-a -e kidolgozása annak, hogy melyek a leghatásosabb módszerek, amelyekkel be tudjuk építeni ezeket a versenyzőket. A kérdésedre felelve azt tudom elmondani, hogy még nem tudtak volna eredményesek lenni. Aha. Ők már nem eléggé érettek. Lévai? Lévai. Akitől ugye úgy ment ki, nem titkolta, itt is elmondta adásban annál, hogy most már aranyérmet szeretne szerezni, mert már ugye neki már volt a világbajnokságról bronzérme. Igen, de azt tudni kell, hogy az Oli annyira a junior mezőny felett áll, hogy a kazak elleni mérkőzésen meg sem fordult a sem az ő fejében, sem a mi fejünkben, hogy tíz másodpercen belül esetleg a kazak versenyző, hogyha jól emlékszem, tud ellen a pontot De gyóz, igen. De eh, hát végül is eh, megnyerte eh, ez a versenyző a világbajnokságot, és azt kell mondjam, hogy nem feltételeztük róla, hogy ilyen jó mérkőző. Az Olinak a, a birkózása az mindenféleképpen feljogosít minket arra, hogy esetleg számíthassunk rá a következő olimpián. Most ő 74 kilóban volt? Így van. 75 kilós lesz? Tehát 75 igen, kilós lesz. csak, ugye, növésben van? Az nem számít. Tehát ezt a igen, tudja, hogy 4 év múlva 75 kilós Igen, szerintem pont addig fogja ezt bírni. Uh -huh. Galambos Ramóna, fiatal nagy tehetség. Így van. Nagyon, de nagyon örültünk neki, hogy egy komoly sérülés után visszatért. A kvalifikációs versenyen elődöntött birkozott, amikor kiment a könyöke, és szeretném megköszönni Lajos bácsinak, Nagy Lajos bácsinak, hogy hogy gondozta ezt a gyereket végig. Mert még az is kérdéses volt, hogy felépül-e. Uh -huh. És néztem azt a mérkőzést, amely a, a döntőbe kerülésért folyt, és hát, hát, ha nem lett volna ez a kihagyás, én úgy gondolom, hogy a Ramona ö, döntős lett volna. Úgyhogy extra klasszisnak tartom, és ö, a világbajnokságon, mikor néztük a mérkőzéseket, volt egy olyan magyar hölgy, aki aztán tényleg mindent megtette azért, és mikor fölment, abszolút de nem volt kétséges az, hogy ő nyerni szeretne, látszott rajta. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Sajnos időnk elszaladt, három percünk maradt. Így van? Gyorsan veréb István, ugye kifakadt, Igen? hogy mely szerint. Megkülönböztetitek a szabadfogást. <laughs> ugye a kötöttfogástól. Így, van, fogástól. így van. Miért fakadt ki? Mi a baja most neki? Nem tudom, hogy mi a baja, de... Mert, bocs, mert amit leírt, hát az, 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 köztudott volt, hogy sajnos kevés szabadfogású birkózó van, van itthon, így van. állandóan menni kell, ugye mikor Gulyás Pista volt, ki tudja hány éveken így van, keresztül, így van. Ugye, állandóan utaztak, mentek. Így van, most is. Ez teljesen jelenlen. normális, tehát ez, 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 ez ilyen helyzet van itt sajnos. Én, én nem szeretném az István bántani, elismerem a tudását természetesen, de azt tudni kell, hogy mikor megvoltak a kvalifikációra esélyes versenyzők, és, és utána ki is harcolták, akkor ott volt két hölgy, két szabadfogású és négy kötött fogású és ezek a versenyzők ugyanazokkal a feltételekkel készültek az olimpiára. Mint terhelés élettani vizsgálatok, mint pedig pszichológus, mint pedig étkezési tanácsadás, és stb. stb. Természetesen a szabadfogású birkózás Magyarországon az egy 20-25 éves probléma már. Mikor érmet szerzett az István, akkor abszolút nem volt probléma, hogy külföldön készült, és nem a magyar eh, emberekkel, magyar versenyzőkkel, akik nem alkalmasak arra, hogy felkészüljenek. És akkor utána hivatkozott, hogy én nem köszöntem igen, neki. Igen. Na hát itt egy kicsit túllőtt a célon, mert én olyan embernek tudok köszönni, aki a szememben néz, kezet fog velem, vagy azt mondja, hogy szia Tibi bácsi, vagy, vagy bármi, akkor szevasz. Én általában köszönni szoktam, hát sajnálom, hogy, hogy nem láttam ezt a, ezt a dolgot, Aha. és nem köszöntem neki, de én érzésem szerint, meg olyan kettős volt a cikk először, arról szólt, hogy merígy így a kötött fogás, mer így, meg okay. én nem értettem, hogy tulajdonképpen mi a probléma, de ez igen. Egy... én nem mondom nekem, mi a probléma, igen? beszéltem vele, de nagyon kijött a soraiból, hogy a Lőrinc Viktor elveszített bronzérmével foglalkozott mindenki, Igen. kötött fogás, és ő úgy érzi, hogy ő is bírói csalás áldozat, miatt Igen. nem lett érmes, viszont őre ő már nem fókuszált rá már senki, a Viktorra ellentétben. Én, én, ez egészből nekem ezért, hogy igazából ez, ami őt szíven szúrta, hogy Mindenki a Viktor elvesztett bronzérméről beszél, és az övéről nem. De elnézést, hagyj kérjek elnézést akkor a, 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 az Istvántól, helyettetek, mert az, hogy a, a médiumok nem fókuszáltak rá, hogy ő elveszítette a mérkőzést, az nem a Magyar Birkózó Szövetség felelőssége. Nekem kell mondjam, én nagyon jó elszoktam a, a Ligetivel is beszélgetni a fél Igen. órákat a birkózásról, vagy egy órákat, és szeretek vele beszélgetni, mert egy nagyon rendes ember, de én csak avval tudok beszélgetni, akivel lehet birkózásról. Most, hogyha ő nem akar beszélgetni velem, vagy azt mondja, hogy én nem köszöntem neki, hát nem is tudok nem is tudom, őszintén mondom, hogy nem tudom, hogy miről Szerintem beszél. Szerintem már biztos megbánta, mert mondom, az egész mögött valószínű, hogy ez lehetett, és ez fájt neki, hogy ő is ott volt dolgozott ezerrel, és, Meg és tudom. valahol kicsit úgymond el lett hallgatva az ő problémája, amit ő, ugye mindenkinek a sajátja a legnagyobb probléma. Persze, de ez mindig is és, így volt. És ebből, ebből jött szerintem az egész én értem, de mikor, mikor ugyanazokkal feltételekkel készül a kötött fogás, szabad fogás, meg egyebek, szerintem nem szabad ilyenre, mert minden ember, ahogy mondtam, a Viktornál is ez az egyéni tragédiája, amelyet ja. neki kell megélnie, és tudom azt, hogy ő most nehéz helyzetben van, az István nehéz helyzetben van, de értem, értem, sajnálom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál további sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft. A vadász...